Csak semmi majré. Magyar zsidó történetek. Csak semmi majré. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a majré hallgatóit. A vonalban most hárman vagyunk, Köveslomó Rabbi van az egyik vonal végén, és a másik vonal végén pedig Herford Marietta, a Piren Amenza magyarországi igazgatója. Mindjárt ezt meg fogjuk magyarázni, hogy ez mi is. Üdvözlöm Marietta, és szervusz Lomó. Jó napot kívánok, üdvözlöm Marietta, én is. Hát itt a hétvégén egy nagyon-nagyon megrendítően szép megemlékezés történt. A roma aktivisták, civil szervezetek a Nehru Parkban Budapesten a roma holokausztra emlékezve 24 órán keresztül olvasták fel több mint 10 000 áldozatnak, a cigány származású áldozatnak a nevét, és ebben a felolvasásban nagyon sokan bekapcsolódtak. Ennek az egyik fő szervezője volt Herford Marietta, illetve ez a szervezet, ez a Piren Amenza, ami egy európai ifjúsági szervezet, Marietta? Igen, igen, pontosan jól mondja. És ennek a magyarországi igazgatója ön? Igen, alapvetően a nemzetközi szervezet és hálózatnak az igazgatója vagyok, csak annyi ebben a trükkös, hogy Budapesten van a székhelyünk. Értem. Na, hát ennek külön örülünk, és akkor most azért került sor Budapesten erre a szokásos megemlékezésre, ami egyébként ugye Auschwitzban történik, mint tavaly is, mert most a koronavírus miatt nem nagyon sikerült megszervezni nyilván az utazást, és emiatt a járványi helyzet miatt Slomó, te se tudtál elmenni, mert egyébként ott lettél volna szintén a megemlékezők között. Ha jól tudom, én úgy láttam a meghívóban. Igen, köszönöm. Valóban ott lettem volna, és így utólag is köszönöm a megtisztelő meghívást. Egy pár évvel ezelőtt már volt szerencsém részt venni ugyanitt egy, azt nem tudom, hogy ezt önök szervezték-e, de ugyancsak ugyanígy augusztusban a cigány holokausztra történő megemlékezésen, de most sajnos nem tudtam elmenni, mert magam is érintve voltam a járvány által, most már Istennek jól vagyok. De hát úgy gondoltuk, hogy mindenképpen érdemes lenne beszélgetni magáról, erről a megemlékezésről is, meg egy kicsit az önök szervezetéről, kicsit jobban megismerni azt, hogy mi az, ami manapság a köztudatban van a cigány holokausztról, meg úgy általában nem esik elég szó arról, hogy a cigányság helyzete, a magyarországi roma közösségnek a jelenlegi lehetőségei, és persze az is, ami a mi műsorunkhoz kapcsolódik, hogy ez hogyan kapcsolódik, vagy kapcsolódhat a zsidó közösséghez, és a zsidó közösség lehetőségeihez, élethelyzetéhez, és így tovább. Hadd kérdezem, Marietta, elsőként azt, hogy milyen volt a sajtó visszhangja a megemlékezésnek? Meglepően jó. No. Persze ez is relatív, ugye, hogy mi számít meglepően jónak. Azért igyekeztünk, azt azért el kell, hogy mondjam, igyekeztük úgy szervezni ezt az egész megemlékezést, hogy ez abszolút egy civil kezdeményezés maradjon. Úgyhogy maguk között, a felolvasók között is igyekeztünk például civileket meghívni, fiatalokat, romákat és nem romákat, aktivistákat, civil szervezetek képviselőit és egyéb vallási közösségek és csoportok, egyéb kisebbségi csoportok képviselőit. Pontosan azért, hogy egy ilyen civil összefogást is mutassunk, ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül a politika irányába szerettük volna terelni, tehát nem hívtunk politikusokat, és azért a médiát úgy megfogni, hogy egy civil kezdeményezés az egy picit nehezebb, de azért elég jól átjött a sajtóban az esemény, tehát hogy a legtöbb híradó jelen volt, az internetes portálokban is jól megjelent, és hát ami a legfontosabb, hogy maguk a civil szervezetek is az ő közösségi felületeiken online és offline is terjesztették, vitték a hírét az eseménynek. Igen, és azt hiszem, hogy most került sor először egy televíziós közvetítésre is, ugye a nemrég megvalósult, elindult első magyar roma tévécsatornán végig közvetítették, vagy legalábbis ott is adtak hírt róla, ha jól tudom. Így van, jött például a Dik TV folyamatosan jött, közvetített és tudósított, például az első órának a megnyitóját azt végig élőben közvetítették, és az utolsó órában a felolvasást is, és aztán a megemlékezést is, de készítenek most például egy összefoglaló anyagot is, és a műsorvezetők is jöttek olvasni, és például megosztották azt a podcastot is, amit mi élőben közvetítettünk, mert úgy nézett ki maga az esemény, ez a felolvasás, hogy ott a helyszínen, a Nehru parton,
a jelenlévők 24 órán keresztül szünet nélkül olvastak, de ez a közösségi médiában is folyamatosan közvetítve volt megállás nélkül. Ez egy ilyen újdonság volt számunkra is, hogy egy 24 órás élő közvetítést meg tudtunk valósítani. Hát a nyitó aktusa ugye az volt, hogy Faludi Éva, a zsidó holokauszt. Fahidi Éva, ugye az is holokauszt túlélők egyik jeles képviselő, idős asszony kezdte, és Verő Tamás is ott volt, és az záróaktus nagyon érdekes, hogy egy fiú, egy cigány kislány és egy zsidó kisfiú olvasta az utolsó neveket? Igen, így van. Mivel ebben a gesztussal összekapcsoljuk ezt a két tragédiát, ez teljesen érthető is. Az volt ennek a gesztusnak a önök által deklarált üzenete, hogy a következő generációnak átadni a holokauszt emlékezetét. Ön is egy nagyon fiatal nő, ugye, nem fogom megkérdezni a korát, de a tévében is láttam már, úgyhogy tudom, hogy nagyon fiatal. Hadd kérdezem meg, hogy szintén cigány származású? Igen. De ez nem volt egyértelmű annyira a tévében. Így van, ez nem feltétlenül, igen. És az ön korosztályában mennyire él az emléke ennek? Mennyire fontos ez még, ahogy távolodunk a dologtól, mindig kopik, és mindig ilyen protokoláris megemlékezéssé kezdenek válni a dolgok? Hát azt kell, hogy mondjam, a saját tapasztalatomból kiindulva, hogy nem feltétlenül köztudott, akár a roma közösségekben sem a roma holokauszt ténye. Én 2010-ben voltam először Auschwitzban és a Birkenaui lágerben, pont egy hasonló ifjúsági kezdeményezés által, és például ott szembesültem először igazán a történelmi tényekkel, meg hogy mi történt akár a cigánysággal is a II. Világháború alatt. És ekkor kezdődött bennünk ez a úgymond, hát nem nevezném annyira küldetéstudatnak, de ez a munkálkodás, hogy a holokausztról többet és mélyebben beszéljünk, mert aztán kiderült, hogy akikkel mi beszélgetünk, fiatalok, ők nem feltétlenül vannak tisztában azzal, hogy mi történt. Ami érthető, mert mondjuk az iskolában nem tanulunk erről, sok holokauszt túlélő ugye már eltávozott közülünk, vagy nem feltétlenül része a narratívának, akár a roma közösségekben sem. De azt hiszem, hogy itt azért az utóbbi években próbálunk ennek nagyobb teret adni, és nem csak augusztus 2-a kapcsán, hanem próbálunk több oktatási rendezvényt tartani azért, hogy tényleg tanuljunk is egy picit a történelemről, vagy a történelmi tényekről, összekapcsolva akár jelenlegi helyzetekkel is. Úgyhogy ezt azért hosszú távon mindig próbáljuk kiegészíteni más törekvésekkel is. Én azt érdemes elmondani a hallgatóknak, hogy ha jól tudom, akkor ugye azért augusztus 2-a ennek a megemlékezésnek a napja, mert ez az a nap, amikor Auschwitzban 1944-ben felszámolták a cigánytábort, és ezen a napon 3000 romát le is gyilkoltak Auschwitzban, ha jól tudom. Igen. Ugye tulajdonképpen csatlakozva ahhoz, amit a Péter kérdezett, hogy mekkora a tudatosság a holokauszttal kapcsolatban, akár a többségi társadalomban, akár a cigány közösségen belül, ugye, csak hogy egy párhuzamot vonjak, nyilván sokat beszélünk arról, és azért érdemes mind a kettőt kiemelni, mert mi is sokat szoktunk arról beszélni, hogy a magyar zsidóság, meg általában a zsidóság tragédiájáról is nagyon keveset tudnak, egyre kevesebbet tudnak a többségi társadalomban, de meglepő módon nem csak a többségi társadalomban, hanem a közösségen belül is, ahogy távolodunk, szinte meglepő, hogy mennyire megváltozik a viszony ehhez a történethez. Ezt látom a saját gyerekeim korosztályán, akik most 10 évesek, és összehasonlítom a saját 10 éves időszakommal, ami mondjuk nem volt olyan régen, mondjuk 25 évvel ezelőtt, akkor egészen más az a történethez a viszonyulás. És azt szeretném kérni Marietta, hogy egy kicsit tudna esetleg magáról beszélni, mert mindig egy személyes történeten keresztül mi is, meg a hallgatók is jobban meg tudjuk érteni, hogy hogyan is kell ezt elképzelni. Mind a holokausznak az emlékezetét, mind pedig azt a hozzáállást, ami azt kell, hogy mondjam, nekem nagyon rokon szembes, ahogy az utóbbi években itt ott láttam az ön és az önök tevékenységét, az, hogy ahogy kiállnak a saját identitásukért, a saját közösségükért, ugye emlékezetes volt ez az akció, hogy roma vagyok, nem életforma, és igen, hogy jut el odáig tényleg egy roma, magyar-roma fiatal, hogy,
hogy ebbe a bevállalós és nagyon tiszteletre méltó aktivitásban részt vegyen. Tudna egy kicsit mesélni saját magáról személyesen, hogy ez hogy alakult, és mi a háttere, hogyan jutott el odáig, hogy egy ilyen szervezetnek a vezetője legyen? Persze, igyekszem sok mindent érinteni, és hogyha hiány marad, akkor nyugodtan kérdezzenek még. Azt hiszem, hogy amit említettem is, ez a 2010-es auschwitzi látogatás, ez egy nagyon fontos mérföldkő volt akár az én életemben is, de azért előtte fontos megemlíteni szerintem a 2008-2009-es romagyilkosságokat, ami szerintem sokunkban, vagy legalábbis bennem szintén egy mérföldkő volt azzal kapcsolatban, hogy látni, hogy hová, meddig fajulhatnak. Marietta, akkor jól tudom, hogy ön akkor ilyen 20 év körüli volt, ugye? 2008-ban. Igen, körülbelül. Úgyhogy én akkor egyébként még egyetemi származású vagy, Budapesten született? Nem, Nógrád megyei vagyok, és pont ebben az időszakban Miskolcon tanultam, a Miskolci Egyetemen. És az egy nagyon érdekes időszak volt, mert sokat jártam haza vidékre, falura, Nagylócra, ez Hollókő melletti kis település, és láttam azt, hogy a cigányok mennyire félnek. Hogy például az én nagymamám is mondta, hogy hú, például aki cigány szintén, és ő is mondta, hogy például az ő ágya is az ablak alatt van, és hogyha majd egyszer idejönnek, akár akik a gyilkosságokat véghez vitték, már akkor ugye még nem volt ez lezárva ez a történet, hanem ez egy folyamatos dolog volt még akkor ő is ugyanúgy áldozat lehet, mint bárki más, mert ugye itt a roma gyilkosságok alatt az történt, hogy bárkit az éjszaka közepén lényegében nagyon lőttek. És akkor ez egy nagyon elgondolkodtató és megrázó eset volt, azt hiszem, tehát hogy ezek a folyamatosan történő események. Ugye nagyon könnyű lett volna azt mondani nekem, személy szerint is, hogy nem állok bele a cigányügybe, vagy nem ezzel foglalkozom. Már csak azért sem, mert nem feltétlenül vagyok bekategorizálható, hogy a cigánylány. Tehát, hogy kicsit könnyebb, azt hiszem, az én helyzetem ebből a szempontból egy Herford névvel, vagy egy fehérebb bőrrel, de... Marietta, hadd kérdezzek valamit. Igen. Félt? Megjelent a félelem magában, hogy ezeket a sorozatgyilkosságokat hallotta, látta? Igen. Azt gondolom, hogy az ember félteni kezdte a családját, a rokonait, az embereket, főként vidéken, ugye, hogy nem lehet tudni, hogy akkor most mi fog történni. És az, Marietta, az szerint... kérdezem meg, hogy és elnézést a szavával, csak nagyon izgalmas, gyermekes ez és szomorú is egyben ez, amit most elkezdett mesélni. Azt el tudnám mondani nekünk, hogy mit tanult az egyetemen, és hogy egyáltalán hogy jut Nagylócról, hogy tudja magát felverekedni is valaki arra, hogy aztán mit mondok, Miskolcon egyetemen tanuljon? Hát ez a családi háttér, ha nem is feltétlenül az anyagi, de legalább az érzelmi, meg a támogató hozzáállással, hogy a tanulás érték, ez egy nagyon fontos dolog volt mindig a mi családunkban. És az én családom azért egy nagyon törekvő, a mindig jó vannak, legyenek célok, és aztán a többit meg majd elérjük és megoldjuk valahogyan. Úgyhogy én Miskolcon magyar szakos bölcsészként végeztem, úgyhogy abszolút egy ilyen humán beállítottságú ember vagyok, és nagyon érdekes, mert Miskolcon ott az egyetemen nem sok roma vett engem körül, vagy nem feltétlenül ez volt a meghatározó része az én egyetemi éveimnek, de aztán felkerültem Budapestre, és bekerültem egy roma média gyakornoki programba, ahol aztán egy éven keresztül sok más roma fiatallal vettem részt, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos identitás erősítő év volt. Tehát, hogy akkor találkoztam, hogy igazán először, vagy dolgoztam és laktam együtt, először például olá cigányokkal, vagy beás cigányokkal, mi kárpáti cigány családból származom. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes impulzus volt, és azt hiszem, hogy ez az egy év is egy nagyon meghatározó volt ebben a történetben. Tehát, hogy ez egy picit így mint, tehát, hogy ott a romagyilkosságok időszaka, amikor az ember tényleg félti a családját és a közösségét, és azt hiszem, hogy mindig volt bennem egy picit ilyen egyéni szenzitivitás a romák iránt, tehát, hogy ez akkor is, hogyha például az egyetemi évek alatt nem feltétlenül ez volt a meghatározó az életemben. Különben találkozott roma, személyesen találkozott mondjuk az egyetemen, vagy másutt roma ellenességgel, cigány ellenességgel, és esetleg az is
fölébresztette, mert igen, mondjuk a zsidó közösségben is. Uh-huh. Igen, ez jelen volt abszolút, és ami a legelszomorítóbb volt néha, az az, hogy pont olyan emberektől, akiktől az ember nem várta volna. Tehát, hogy akár a szociológiát hallgató fiataloktól is jött akár a rasszista megnyilvánulás, vagy a cigány ellenesség. Úgyhogy ezzel azért ott az ember, ha nem is személyesen magának, de kellett megküzdenie, de azért találkozott ezzel, és azért ez egy ilyen bosszantó történet volt mindig, de én mindig olyan emberekkel voltam akkor ott körülvéve, akik maguk is elég érzékenyek voltak a cigány közösségek iránt, vagy akár más kisebbségek iránt, és ők mindig felszólaltak helyettem is akár. Tehát ebből a szempontból mindig egy szerencsés ember voltam, hogy olyan emberek vettek körül, akik elfogadóak és toleránsak. Persze ez egy szűk közeg, és hogyha ebből az ember kikerül ebből a buborékból, akkor találkozik a rideg valósággal, és azt hiszem, hogy aztán, amikor én felköltöztem Budapestre, ennek a gyakornoki programnak a segítségével, akkor ezt így még inkább megtapasztaltam. Tehát, hogy akkor voltak például ezek a paramilitáris szervezeteknek az akciói Gyöngyöspatán, ami elkezdődött. Úgyhogy akkor ott ilyen nagyon sok olyan dolog volt, ami azt mondatta velem, hogy ezzel foglalkozni kell, és itt a cigányügyel, meg a cigányellenességgel jobban és részletesebben kell foglalkozni, és ennek egy fontos eleme egyébként a roma történelem, és így akár a holokauszt oktatás is. Szerintem magáról a roma holokausztról érdemes lesz majd szót váltanunk, de én szerintem azt mondja, hogy a hírek után egy önálló fejezetbe csináljuk meg. Előtte még érdekelne a véleménye arról, lehet, hogy közhely és igazságtalan és nagyon sommás megállapítás, de gyakran elhangzik, hogy roma, cigány értelmiségiek, amikor kikerülnek a szegény sorból és a zártabb cigány közösségekből, nem csak a családból, hanem a környezetükből, akkor nem nyúlnak vissza aktívan segíteni más cigányoknak a felzárkózáshoz, hanem szeretik magukat elkülöníteni, hogy ők már nem is tartoznak oda. Nem tudom, egy osztja-e ezt a véleményt, ha igen, akkor ez mitől lehet, ha nem, akkor meg miért alakult ki ez a kép? Ez egy olyan téma, ami nálunk is minden egyes találkozón, baráti beszélgetésen téma. Tehát azt hiszem, hogy ez a roma fiatal értelmiségnek is egy meghatározó kérdése, tehát azért én is napi szinten találkozom ezzel a kérdéssel. Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy én azt gondolom, hogy vannak azok a fiatalok, és kellenek azok a fiatalok, akik ezt fel tudják vállalni, és ezzel tudnak, és akarnak, és kell is, hogy foglalkozzanak. És vannak azok, akiknek nem feltétlenül kell például aktivistává válniuk, vagy tehát nem kell mindenkinek visszamenni a közösségébe. Én azt hiszem, hogy ezt is lehet egy nagyon jó, vagy kellene egy összhangban látni. Azért lássuk be azt, hogy nem mindenki akár egyénileg adott arra, hogy ő mindig a közösségéért tegyen, vagy felvállalja. Azért ez egy teher. Tehát, hogy minden szempontból azt hiszem, hogy a jelen helyzetben is, abban a politikai kontextusban, amiben élünk, tehát hogy aktivistának, civilnek lenni, cigány ellenességről beszélni. Van, aki erre alkalmas, és valaki nem, és ezt azt hiszem, hogy tiszteletben kell tartani. Persze az nagyon jó, hogyha minél többen felvállalják ezt a szerepet, és értelmiségiként akár tesznek a cigányügyért, ezt számtalan formában meg lehet tenni. Ugye az a baj, hogy az még nem természetes és nem evidens, hogy sok roma doktor van, vagy óvónő és tanítónő, vagy akár bíró, ügyvéd. Tehát, hogyha ez természetes lenne, akkor lehet, hogy ez nem lenne ekkora kérdés most. Azt hiszem, hogy az lenne a legjobb, hogyha az élet minden területén minél több roma fiatal lenne, és roma értelmiségi, akik tenni tudnak a közösségükért, és akkor ez egy nagyon jó összhangban tudna működni. Enélkül ez azt hiszem, hogy nem fog működni, az nem elég, hogy visszamegy az értelmiségi a közösségébe. Ez különben nincs azzal is összefüggésben, hogy van egy olyan szomorú helyzet, amiben ahhoz, hogy egy cigány származású fiatal előre jusson és sikeres karriert tudjon befutni az életben, ahhoz azért egy nagyon erősen kényszeres asszimilációs modellt kell követnie. Ugye azt értem ez alatt, hogy ahhoz, hogy képes legyen sikeres lenni, folyamatosan azzal találkozik, ez részben kijelentés, részben kérdés, de hogy folyamatosan azzal találkozik, hogy jobb, hogyha nem vállalja a cigányságát, és akkor ez egy olyan nyomot hagy, ami miután elért valamilyen karriert, akkor már egy olyan modellben él, amiben
az asszimiláció, a teljes a gyökerek feladása, vagy attól való legalábbis a nyilvánosságban való elszakadás az, ami számára úgymond a biztosíték. A kérdés, hogy így van-e, hogy Marietta így érzi-e? Abszolút, ezt szerintem abszolút jelen van. Illetve a nyomás, hogy te már nem olyan vagy, te már nem tartozol közéjük. Szerintem ez egy nagyon kettős dolog, mert... Tehát a másik, a közösség részéről is van egy ilyen nyomás? Így van, szerintem ez a többségi társadalom részéről és a közösség részéről is, hogy azért az ember, ahogyan eljön, elszakad a közösségből, formálódik, alakul, tehát hogy alakul a személyisége, és szerintem nagyon gyakran, nem szerintem, hanem azt látom, hogy nagyon gyakran találkoznak ezzel a fiatalok, hogy akkor most sem ide, sem oda, most én hova tartozom, és szerintem pontosan ezért nagyon fontos, hogy minél inkább megerősítsük a roma fiatalokat az identitásukban, és mi ezen rengeteget dolgozunk, mert nagyon-nagyon fontos, hogy legyen egy egészséges... És hogy lehet ezen dolgozni? Hogy lehet egy... Mik a módszerei, vagy mik a modelljei annak, hogy egy egészséges, pozitív roma identitást lehessen adni mai magyar roma fiataloknak? Miket csinálnak? Vagy hogy képzeljük mi el mondjuk a roma fiatal értelmiség közösségi életét? Ha van egyáltalán ilyen, nem tudom, tudná esetleg erről mesélni egy kicsit? Szerintem ez egy nagyon összetett dolog, ugye... Kezdve azzal, hogy megérteni azt, hogy az identitás mennyire egy összetett dolog, tehát hogy nem csak abból áll, hogy én roma vagyok és fiatal vagyok, hanem ez egy baromira összetett dolog, mert sok szempontból ugye én nő vagyok, nőként még nehezebb, tehát hogy nem csak a roma közösségben, hanem össztársadalmi szinten is akár. Tehát hogy ezeket a szeleteket az identitásunknak egy picit jobban megérteni és ezen dolgozni, ez nagyon fontos, de én azt látom, hogy ami nagyon fontos az, hogy legyen hova tartozni. És mi most pont ezen dolgozunk, hogy legyen egy erős, együttműködő roma közösség akár, és ez lehet a fiatalok közössége is. Mert ez mindig elhangzik, hogy nincs hova tartozni. Tehát ha az embernek van hová tartoznia, és tudja, hogy mik a gyökerei, megérti azt, és akkor arra büszke is tud lenni, hogyha tudja, hogy van egy háttér. Szerintem ez nagyon fontos, hogy tudom azt például, hogy nekem van egy erős hátterem, a barátaim, a kollégáim, a hálózat, ez egy biztos pont. Mert tudom azt, hogy nem csak magam állok ki, hanem mellettem van egy egész hálózat, ami szervezetünk hálózata, annak tagjai. De egyénileg kiállni azért ez mindig egy sokkal nehezebb dolog szerintem. És ez mindig elhangzik minden egyes beszélgetésen, találkozón, hogy igen, ez nagyon fontos, hogy legyen együtt hova tartozni, hogy tudjunk együtt tevékenykedni, együtt dolgozni. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez az első és nagyon fontos lépése. Aztán pedig, hogy tényleg legyen mire büszkének lenni. Tehát, hogy ugye ma a cigányságról kialakult kép az kb. Ez a bűnözők, lopnak, csalnak, hazudnak, és a cigánybűnözés, de emellett azért nem hogy emellett, hanem ez nem feltétlenül takarja azért sőt, egyáltalán nem takarja azt a képet, amit a cigányságról közvetíteni kell. Tehát fontos, hogy megismerjük akár a cigány kultúrának az elemeit, és ez nem feltétlenül csak a cigány zenét jelenti, hanem azért van képzőművészet, van irodalom, hogy tényleg legyen mire büszkének lenni, azt hiszem, hogy ez is ugyanolyan fontos. Nagyon fontos, és ugyanilyen fontos lenne valamilyen módon leválasztani a deviancia fogalmát a cigányságról, és a cigányság és a deviancia közé nem egyenlőség jelet tenni a társadalmi közmegítélésben, ez az egyik legnehezebb feladat. Herford Mariettával beszélgetünk mindenről a Piren Amenza Magyarország és nemzetközi vezetőjével és Köves Lomó rabbival. Meghallgatjuk a híreket, és utána folytatjuk. Csak semmi majré. Magyar zsidó történetek. Csak semmi majré. Folytatjuk a beszélgetésünket Herford Mariettával, a Piren Amenza nemzetközi igazgatójával és Köves Lomóval a roma holokausztról, illetve arról a megemlékezésről kezdtünk el beszélgetni, ami hétvégen volt, ahol nagyon sokan vettek részt, és 13 ezer cigány származású áldozat nevének felolvasása zajlott 24 órán keresztül a Nehru Parkban sok résztvevővel. Ebből indultunk ki, de azután beszéltünk Marietta
eddigi pályájáról beszéltünk, a romák identitásának problematikájáról és sok mindenről. Én szeretnék visszatérni egy kicsit a roma holokauszt témájára, ha megengedi. Nevezetesen, hogy nagyon nagy bajba voltunk, amikor Tóth Endre Éva cikkét a 168 órában illusztrálni akartuk, hogy mit is teszünk ki az ismert auschwitzi képeken kívül. És két nagyon érdekes kép illusztrálta a Porrajmosról, tehát a roma holokausztról szóló megemlékező írást. Mind a két helyen egy katona és egy civil ember jegyzett füzettel a kezében cigányok között áll és összeír. És itt kezdődik az egésznek a különös tragédia és története. Kik, hol és hogyan veszik számba, hogy ki a roma származású? A zsidóknál könnyebb volt a helyzet, mert a magyar adminisztráció és a náci adminisztráció példásan precíz volt ebből a szempontból. Mindenkiről felmenőig tudta, hogy ki honnan és miként jött. De a cigányokra rámutattak, és azt mondták, hogy te cigány vagy. Tudunk-e erről valamit, Marietta? Milyen források állnak rendelkezésre, hogy a történeti kutatások mire támaszkodnak? Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, és most mint laikus mondom, hogy erről nincs ismeretem, hogy ez konkrétan hogyan történhetett, de egy nagyon érdekes kérdés, aminek azt hiszem, hogy fontos, hogy mi is mélyebben utána nézzünk, hogy megismerjük ennek a történetét. Bocsánat, hogy közbeszólok, de azért érdekes kérdés, mert ugye a számok teljesen bizonytalanok, hogy 30 ezer vagy 300 ezer roma ember esett áldozatul, ezt a mai napig nem tudjuk. Így van. Ugye azt szokták mondani, hogy körülbelül fél és másfél millió roma áldozat lehetett. Tehát ez is egy összesen Európában, ugye? Igen, összesen Európában, igen. Tehát, hogy nem csak a magyarországi adatok. Azért, hogyha a roma történelmet nézzük, akkor az nagyjából látszik, hogyha egy picit a holokauszt történetét nézzük, hogy azért az nagyjából látszik, hogy ez körülbelül úgy történik mindig, hogy vannak bizonyos kijelölt emberek, akik aztán ugye megmondják egy bizonyos csoportról, hogy ő most hova tartozó. Ez nagyjából így ment végig a romák életében. Tehát ezt nagyjából így tudom elképzelni, de igazán fontos és hiteles adatokat ebből a szempontból én nem tudok most megnevezni, vagy elmesélni ezt a történetet. Vannak kezdeményezések, tehát vannak kutatások, érdekes. Marietta, azt hadd kérdezzem meg, hogy ez a 13 ezer név, amit most felolvastak a Nérupparton, ez, ha jól értem, ez 13 ezer magyar roma áldozat, vagy ez általánosan európai áldozatoknak a névsora, és hogy ez a névsor, ez hogy állt össze, arról tudunk-e valamit, hogy milyen kutatások voltak, vagy milyen módon lehetett ezt a listát összeállítani? Tehát ezek sem csak magyar nevek, hanem ezek is európai roma áldozatok nevei. És úgy indultunk neki a kutatásnak, hogy nekünk itt az irodánkban van két kötete, az auschwitzi tábor névjegyzéke a roma áldozatok neveinek. És ebből indultunk ki. Tehát, hogy ez egy kiadott kétkötetes összesítés lista. De ez két kötet, ami csak a roma áldozatokat listázza, gondolom, az auschwitzi táborból, vagy általában Buchenwaldból is. Ez az auschwitzi tábor. Ugye itt nagyon sok a hiányzó adat, tehát hogy ezt így összességében azt nem tudtuk megtenni, hogy akkor csak fogjuk a könyvet és magát ezt használjuk. Már csak azért sem, mert ez nincs vagy nem találtuk meg digitalizálva. Így elkezdtük a magát a kutatást úgy, hogy például sok múzeumnak írtunk. A Washingtoni Holocaust Múzeumtól kezdve az Auschwitzi Múzeumnak, ahol nagyon segítőkészek voltak, és akkor iránymutatást kaptunk azzal kapcsolatban, hogy honnan tudjuk kikeresni. De szerencsénk volt abból a szempontból, és ez most egy picit csúnyán hangzik, hogy a Washington Múzeumban van egy kutató, akinek ez szívügye, és azért összeállított egy elsődleges listát a roma áldozatok neveivel, az európai áldozatok neveivel. Ez főként az auschwitzi áldozatok nevét tartalmazta, és aztán tovább mentünk, és például
különböző adatbázisokból letölthető volt, vagy kikutatható volt a csehországi Letiupiskó és a Jasenovaci táborok listája. Itt nagyon sok esetben egyesével kellett megkeresnünk a roma áldozatok neveit, tehát hogy ez sem egy teljes lista. Mi úgy gondoltuk, hogy most első körben összegyűjtünk legalább egy 10-15 ezer nevet, 12 ezer névig jutottunk el. Persze... Tudom, hogy... Akkor hogy... jól értem, ez a legnagyobb, vagy a legtöbb nevet tartalmazó ilyen lista, ami valaha így készült, mert ha akkor... Igen. Most... Ebben a formában most azt gondolom, hogy igen. Azt körülbelül tudjuk, hogy ebből mennyien voltak a magyar áldozat, vagy ebből a 13 ezer névből mennyi lehet a magyar áldozatoknak a száma nagyságrendileg? Ezt most így nem tudom pontosságában megmondani, de azt hiszem, hogy azért egy 10% minimum. Tehát, hogyha csak a nevek eredetéből indulok ki. A legtöbb azért német és szláv eredetű név ebben a listában. Azt tudom, hogy van egy magyar kutatás, ahol 1800 nevet összegyűjtöttek. Ezt most ebben nem tettük bele, vagy nem illesztettük bele, és nem azért, mert nem fontos, hanem azért, mert most első körben szerettünk volna a múzeumok adatbázisára hagyatkozni, de az elkövetkezendő hetekben vagy hónapokban igyekszünk ezeket az adatokat is tovább bővíteni, hogy ez egyre inkább egy felelhető adatbázis legyen. Olvastam valahol egy interjút önnel, ahol azt arról beszélt, ami tulajdonképpen most már a beszélgetésünk első felében már az elején említettünk, hogy hát most egy ilyen forduló pont van, mert hogy kivész tulajdonképpen a személyes emlékezet és a kapcsolat azokkal, akik személyesen túlélték ezeket a borzalmakat 75 évvel ezelőtt. Azt szerettem volna kérdezni, hogy a cigány családokban, ugye a zsidó családokban a történelmi kutatások és a történelmi adatok mellett ugye nagyon erős a családi emlékezetnek a jelenléte. Tehát, hogy van valamilyen nagyszülő, most már lassan dédszülő, és ez, aki túlélte ezt, és aki erről mesélt, vagy kifejezetten nem mesélt. Tehát, hogy ez ott van a családi emlékezetben. Ez mennyire jellemző a roma társadalomban? Családi emlékezet. A személyes emlékezet. Azt hiszem, hogy kevésbé, vagy azt látom, hogy kevésbé, de biztos, hogy ennek is ugye családja válogatja, de összességében azért azt látom, hogy kevésbé beszélünk ezekről a borzalmakról akár, hogyha most csak tényleg a háború időszakáról beszélek, hogy a családokban ez picit ilyen tabunak számított. És tabunak számított, vagy kevesebb is volt az kevesebb is az a túlélő, aki megélte egyáltalán, hogy erről tudjon mesélni. Nem tudom, hogy... Tehát, hogy van-e olyan élménye mondjuk egy mai roma fiatalnak, vagy akár egy nemzedékkel korábbinak, hogy ő találkozott egy roma túlélővel, aki erről neki mesélt, vagy akiről tudta egyáltalán, hogy ő egy holokauszt túlélő. Hogyha most a személyes tapasztalatot szeretném megint elmondani, vagy a szervezeti tapasztalatot, azért amikor akár 10 évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy jó, az nagyon fontos, hogy ezzel foglalkozunk, de akkor legyenek roma holokauszt túlélők, akikkel a fiatalok találkoznak, azért az egy nagyon nagy munka volt, hogy felkutassunk roma holokauszt túlélőket. Daróczi Ágnes és Bársony János több interjút készített már, tehát ezek is megtalálhatóak archívumokban, de olyanokat, akik most jelenleg is akár aktívak és el tudnak jönni, akár a fiatalokkal beszélgetni, az egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány olyan roma holokauszt túlélővel találkoztunk, vagy akár forrásokat, tehát hogy vagy kapcsolatokat, hogy valaki tudja azt, hogy igen, az én falumban van egy holokauszt túlélő. És ami nagyon érdekes, és nekem személy szerint is egy nagyon fontos érzelmi mérföldkő volt a mi munkánkban, az, hogy például elkezdtünk beszélgetni fiatalokkal, és ez egy pont egy romániai történet, tizenéves romániai cigány gyerekekkel, vagy fiatalokkal a roma holokausztról, és ennek a történetéről, az augusztus 2-áról, hogy mi történt, és az egyik lány hazament, beszélt erről a családjával, és kiderült, hogy az ő családjában is van egy túlélő. És addig ő ezt nem is tudta, tehát hogy nem beszéltek soha az ő családjában erről. Hanem az kellett ehhez, hogy mi beszélgessünk velük először erről, és aztán ő hazamenjen, elmesélje, és aztán derültek ki ezek a családi történetek. Úgyhogy ez is ebből a szempontból egy nagyon erős visszacsatolás volt, hogy nem feltétlenül beszélünk erről.
ugye mi nemzetközi szinten is dolgozunk, és amikor Auschwitzba megyünk, akkor azért több túlélő jött velünk Lengyelországból, Franciaországból, Németországból, Ukrajnából is akár, de az elmúlt 10 évben az ő számuk a felére csökkent. Tehát, hogy sajnos az utóbbi pár hétben is hunytak el közülük sokan. Úgyhogy én ezért mondom mindig, hogy a mi felelősségünk az tényleg az, hogy az ő történetük és emlékük az megőrizve legyen általunk. Gondolom azért itt az is nagyon komoly nehézség, és ez is egy lenyomata a cigányság történelmi sorsának, hogy a cigány közösségek és a cigány emberek sokkal kevésbé voltak integrálódva a szervezett társadalomba, és nagyon kevés nyomot hagytak. Ugye van egy születési anyakönyv, és mondjuk még egy személyes papír, de sem munkahelyek és iskolák sora nem dokumentálta az ő jelenlétüket, mert nem vettek részt benne. Emiatt ő szinte eltűntek évtizedekre a kutatók szeme elől is, hogy egyáltalán voltak roma holokauszt túlélők és áldozatok. Tehát ez is megnehezítette a dolgot, ez szerintem nagyon fontos hozzátenni. Így van, vagy akkor, amikor ugye voltak ezek a felkutatások, vagy a kárpótlásokról, igen. Szóval azért ez nagyon nehéz, hogy ezt hogyan tudjuk igazolni, tehát hogy akár az iratok hiánya, és még nagyon sok minden, ez egy nagyon komplex, összetett, nehéz kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt kutatni például. Maria, te egy kicsit tudnánk beszélni még a műsor hátlevő részében arról, hogy az önök munkájáról, tehát magának a szerzetnek a munkájáról, aminek ha jól tudom, a fő központi tevékenysége az oktatás, és tudnál nekünk arról mesélni, hogy egyrészt ez mit jelent, tehát mik azok a dolgok, amiket csinálnak akár Magyarországon, hogy ez a többségi társadalom, vagy inkább a magának közösségen belüli oktatásra vonatkozik, és hogy mondjuk nemzetközi összehasonlításban hol van Magyarország más olyan országokhoz viszonyítva, vagy azokkal együttműködve, ahol nagyobb roma közösséggel. És egy dolgot még pótoljunk, hát nem mondtuk el a hallgatóknak, de én sem tudom, hogy mit jelent a szervezet neve, a Pirena Mensa? Igen, akkor kezdem az elejéről. Tehát a Pirena Mensa az cigány nyelven annyit tesz, hogy járj velünk, lépj egy közös útra velünk, és azért is ez a nevünk, mert talán ezzel próbáltuk szimbolizálni egy picit, hogy mi az a tevékenység, amit mi megvalósítunk, mert hogy elsősorban ugye az a célunk, hogy minél több roma és nem roma fiatal találkozzon. Akár Magyarországon, akár Európában is, úgyhogy a mi oktatási tevékenységeink azok mindig úgy néznek ki, hogy nem kifejezetten csak roma fiataloknak szólnak, hanem mindig igyekszünk romákat és nem romákat vegyesen megszólítani és bevonni. Ez úgy néz ki, hogy nagyon sok képzést és oktatást szervezünk Európában is, ezek főként nemzetközi képzések, ami annyit tesz, hogy akár egy hétre vagy pár napra összejönnek a fiatalok Európa valamelyik országában, és fontos ügyekről tanulnak, beszélgetnek, dolgoznak ki megoldási javaslatokat, ilyen például a cigányellenesség, az antiszemitizmus is akár, a rasszizmus, diszkrimináció, oktatási kérdések, mindig van külön specifikus témája ennek. És ez kifejezetten roma fiatalokat céloz, ezek a programok? Tehát nem, ez mindig roma és nem roma fiatalokat együtt vegyesen. Uh-huh. Tehát, hogy ugyanúgy megvan, fontos az nekünk, hogy arányaiban vagy fele, vagy legalább 30%-ban legyenek jelen nem roma fiatalok is. Uh-huh. Tehát, hogy minél inkább megpróbáljuk bevonni a többségi társadalmat. És vannak például vagy voltak az elmúlt évben is kifejezetten olyan tevékenységeink, amik pedig ilyen szolidaritást és együttműködéseket próbáltak erősíteni kisebbségi csoportok között, vagy más vallási felekezetekkel. És volt például nagyon sok olyan rendezvényünk, ami kifejezetten zsidó, örmény és cigány fiatalokat szólítottak meg. És mai napig is vannak ilyen tevékenységeink, mert azt gondoljuk, hogy ez is legalább ugyanannyira fontos, hogy legyenek ilyen együttműködések a mi munkánkban. És ugye ez úgy néz ki, hogy az alaptevékenységek azok főként ilyen oktatási programok, amik akár mindig az a cél, hogy aztán a fiatalok kidolgozzanak valamilyen akciókat, kampányokat, amit aztán, hogyha hazamennek, akkor megvalósítanak, vagy valamilyen... Igen, Marietta, de ezeket hol végzik ezeket az oktatási és egyéb akciókat, tevékenységet? Iskolákba kapnak helyet, vagy külön táborokat szerveznek? Hol zajlik ez?
Ezt mindig mi külön, tehát hogy ez egy abszolút egy oktatáson kívüli tevékenység. Hát mi megválasztjuk igazából a helyszínét ennek, és igyekszünk mindig bevonni a helyi közösséget. Tehát ez, hogyha szeretnék hozni egy példát, akkor ez úgy néz ki, hogy ha például Szerbiában szervezzük, akkor ott mi helyi partnerekkel együttműködünk, és az ő segítségükkel valósítjuk meg, és például van egy olyan tematikus nap, amikor találkozunk helyi civil szervezetekkel, vagy a helyi közösséggel. Tehát, hogy megismerjük azt is, hogy akár mondjuk a szerbiai romáknak milyen a helyzete ma. Honnan rekrutálják a résztvevőket ezekre a programokra, a fiatalokat, akár a roma, akár a nem roma fiatalságot? Szóval honnan jönnek ezek a fiatalok általában? Egyetemisták vagy? Tehát mi a rekrutálásnak a módja? Ez ugye úgy néz ki, hogy mi egy nemzetközi hálózat vagyunk, ami azt jelenti, hogy kb. 10 országban vannak partner szervezeteink, és ugye ők az elsődleges célcsoport, tehát rajtuk keresztül jutunk el a különböző országokban a fiatalokhoz, de emellett azért próbálunk minden nyilvános fórumot megragadni, hogy minél több fiatalt bevonjunk. De a legsikeresebb az mindig az, hogyha a partnerek jutnak el a fiatalokhoz, és szólítják meg, és vonják be őket. Úgyhogy ez egy nagyobb partnerségen alapuló tevékenység egyébként. Ilyen volt egyébként talán tavaly, vagy 19-ben a Showkeres nevű programjuk. Az egy szintén egy ilyen európai program volt, talán Szerbiában, nem? Igen, ez 2019-ben Újvidéken, Szerbiában volt. Ez mindig úgy néz ki, hogy abban az országban szervezzük, ami éppen Európa ifjúsági fővárosa. Úgyhogy jövőre Litvániában tartjuk majd. Ez egy nagyobb rendezvény, ez 2015-ben 350-en voltunk, de mindig szeretnénk legalább egy 100-150 fiatalt összehívni. És ez egy picit fesztiválosabb, tehát hogy egy picit lazább abból a szempontból, hogy igyekszünk olyan fiatalokat is behívni és megszólítani, akik kevésbé beszélnek például angolul, mert hogy ez is egy nagy hátrány. Tehát azért nemzetközi programoknak van egy olyan akadálya, hogy azért kell egy alap nyelvismeret, és itt próbálunk olyan akár művészeti tevékenységeket kitalálni, vagy megvalósítani, amihez kevésbé kell például a nyelv ismerete. És itt ennek mindig van egy picit ilyen lobby része, mert az a cél, hogy azok a fiatalok, akik összejönnek, azok valamilyen formában nagyobb nyilvánosságot is kapjanak. Tehát, hogy a roma fiataloknak a hangja az eljusson akár a döntéshozókig is, úgyhogy mindig szoktunk szervezni ezeken a fesztiválokon vagy ifjúsági fórumokon egy napot, ami egy nyilvános fesztivál, de mindig van egy része, ami pedig egy ilyen platform vagy beszélgetés döntéshozókkal, helyi szinten vagy akár európai szinten is. Tehát ugye ennek van egy ilyen lobby része is. Sok ilyen tevékenységet próbáltunk megvalósítani az elmúlt 2-3 évben, nemzeti szinteken is. Tehát, hogy van egy nemzeti közi tevékenységünk, de hogy nemzetközi szinten is minél inkább megerősítsük a romai ifjúsági mozgalmat, és legyen párbeszéd a döntéshozókkal. Ez nem feltétlenül csak a politikai pártokat vagy az országgyűlést jelenti, hanem az önkormányzatokkal, az ifjúsági tanácsokkal például, tehát hogy becsatornázunk minél több roma fiatalt döntéshozatali folyamatokba. Azért a legitimációhoz nyilván fontos, hogy kik a partnerek. Ezen a most hétvégi megemlékezésen megjelent Szalai Bobrovnicki Vince, aki a kormány civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Tehát önök az egyébként még Magyarországon kevésbé ismert szervezet, Piren Amenca, felkérte a kormányt a részvételre, és egyből jöttek? Nem kértük fel a kormányt. Nem is kérték fel, hanem? Akkor ez hogy történt? Nem tudom, hogy mi a forrás, amiből most ezt idéztem. Mi nem kértük fel, hogy a megemlékezésre eljött. Mondom, akkor ez fontos, a Neokon oldalán volt egy beszámoló az eseményről, elég részletes, önt is idézi, és ennek a végén szerepel, hogy ki mindenki jelent meg, itt megemlítették Daruczi Ágnes, Karácsony Gergely, Köves Lomó, nem tudott a járvány miatt részt venni, ezt is megemlítik, de hogy ott volt Verő Tamás is, stb. És ennek a végén mondja, hogy az eseményen az állam nevében a miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára Szalai Bobrovnicki Vincei eseményen mondott beszéde.
Mondott? Akkor ez lehet, hogy egy picit téves információ, azt majd megnézem. Nálunk ő nem mondott beszédet, lehet, hogy az Országos Roma Önkormányzatnak a megemlékezésén mondott beszédet, mert ott azt hiszem, hogy meg lett hívva. Nálunk ez úgy nézett ki, hogy a felolvasás első órájában meg lett hívva Karácsony Gergely és a 9. kerületi alpolgármester. A főpolgármester fontos volt szimbolikusan is, azt gondolom, hogy Budapesten van ez a rendezvény, és az emlékmű is, és ugyanezért volt fontos a 9. kerület, de semmilyen más politikust nem hívtunk meg. Jó, tisztázódott a dolog, bocsánat, az MT-re hivatkozik a tudósítás, és itt azt említi meg, hogy a Néru mellett, a Néru part mellett az Országos Roma Önkormányzat székházánál is főhajtással adóztak a holokauszt roma áldozatait, és ott jelent meg, bocsánat, nagyon össze volt mosva. Nem, semmi baj, de ez szerintem fontos, hogy ezt kiemeljem, hogy szerettük volna minden szempontból, minden politikai pártól függetlenné tenni. Úgyhogy például a megemlékezésre sem küldtünk ki a politikai pártok meg meghívót, attól függetlenül jöttek, megtiszteltek minket, jelen voltak, többen koszorúztak is. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez is egy fontos tanulság. Marietta, egy kicsit, ha még visszatudunk kanyarodni, csak azért, mert itt a nemzetközi tevékenységről kezdett beszélni, és már azt hiszem, hogy még egy ilyen 3-4 percünk lehet a műsorból. Igen. Hogy hát arról, az inkább 2. Akkor még kevesebb. Akkor ebben a 2 percben egy pár szót tudna arról mondani, mert sokat hallunk, vagy nem eleget sajnos, de azért mégiscsak a magyarországi cigányság helyzetéről. Melyek azok az országok Európában, ahol még mondjuk érdemes egy valamifajta összehasonlítást tenni, vagy melyek azok az ország, amelyeknek kiemelni a akár pozitív, akár negatív értelemben a cigányságnak a sorsát és a társadalomban betöltött lehetőségeit, helyzetét Európában? De azt szoktam mondani, hogy szerintem a fiataloknak is mindig egy nagy felismerés, hogy bármely országból jön, Európából akár egy roma fiatal, hogyha most a roma fiataloknál maradunk, akkor nagyjából ugyanazt a történetet hozzák, és ugyanaz a státuszuk, vagy ugyanolyan nehézségekkel küzdenek, tehát azt hiszem, hogy ebben kevésbé van különbség. Talán minden európai országban nagy a szegregáció és az elkülönítés, vannak akár itt főként a szomszédokban ugye a gettók, meg a különböző szegregátumok. Azt látom most így külső szemlélőként, hogy azért vannak olyan országok, ahol talán a politikai akarat most egy picit pozitívabb irányba megy, vagy több a roma politikai szereplő, mint például Szlovákiában most, úgyhogy azt nem tudom mondani, hogy ez mit visz még előre, mert ez most egy új irány, de azt hiszem, hogy ebből a szempontból nagyon különbség a romák helyzetében Európában nincs. Ugye és a kelet és nyugat-európa között sincs? Azt hiszem, hogy azt kell, hogy azért keleten persze mindig nehezebb, és mindig rosszabb a helyzet Nyugat-Európához képest, de ott is megvannak ugyanúgy a problémái a cigányságnak. Tehát ott is ugyanolyan probléma az előítélet és a kirekesztés, ugyanúgy nem tudnak munkát találni. Tehát, hogyha mondjuk most egy ilyen nagyon bagatell példát akarok hozni, akkor persze mondjuk a cigánysor az mondjuk másképpen néz ki Magyarországon, mint akár Barcelonában, de ők ugyanúgy nem kapnak munkát, ha a cigánytelepen élnek, ami egyébként egy akár egy picit másabb abból a szempontból, hogy lehet, hogy van áram és víz, de ugyanúgy nem fognak munkát kapni, mert látják a lakcímüket. Tehát ugye az összkövetkezmények azok nagyjából ugyanazok. Hát én egészen megdöbbentő volt 1-2 évvel ezelőtt, amikor láttam egy filmet Angliában vándor cigányokról, akiknek még otthonuk sincsen, és kis csapatban jönnek, mennek. Igaz, hogy utánfutókkal az autók mögött, de akkor is vándor cigányok voltak, szóval egy a sors nagyjából. Itt a műsor vége, nagyon szépen köszönöm, hogy Herford Marietta, a Pirena Mensa nemzetközi igazgatója itt volt velünk, Köves Lomónak is, és a hallgatóknak is köszönöm szépen a figyelmét. Jövő héten ismét csütörtökön jelentkezik a Csak Semmi Majré. Minden jót mindenkinek, viszont hallásra. Köszönjük csak szépen, viszont hallásra. Köszönjük, Marietta. Magyar zsidó történetek. Csak Semmi Majré.